Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők! Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezhetem arról, hogy beszélek, írok. Kosztolányi Dezső gondolatai jól tükrözik mindazt, amit a fehérvári versünnep jelent, és biztosak lehetünk abban, hogy ma is belefeledkezhetünk majd a versekbe, amelyeket a versenyzők hoztak nekünk. És én már 11. alkalommal lehetünk együtt a fehérvári versünnepen. Az elődöntő során 22 fiatal lép majd a színpadra, akik közül 12 versmondót juttat a döntőbe a zsűri. A zsűri tagjait már is bemutatjuk önöknek. A zsűri elnöke a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész, Kubik Anna. A zsűri tagjai a Vörös Marti Színház színművésze, Závodszky Noémi. A Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében Tornyai Gábor plébános. Költő, író, előadó művész, a Vörös Marti Társaság elnöke, Bobori Zoltán. A Fehérvár Médiacentrum képviseletében a Penna Régia díjas újságíró, Vakler Lajos. A 11. fehérvári versünnep fővédnökei, Spányi Antal, Székesfehérvár megyés püspöke, valamint Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Felkérem a város képviseletében Mészáros Attila alpolgármester urat, hogy köszöntse a rendezvény résztvevőit és kedves vendégeinket. Hölgyeim és uraim, kedves zsűri, kedves fiatalok, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. 11. alkalommal ünnepelhetjük a kultúrát, a verset, ami óriási öröm Székesfehérvár számára. Nagyon örülök neki, hogy korábbi döntősök is itt vannak. Jelzi ez azt, hogy az elmúlt 11 évben egy olyan mozgalmat, folyamatot tudtunk elindítani, ami több egy elődöntőnél és több egy döntőnél. Olyan fiatalok jelentkeznek, akik aztán szoros barátságban építik egymást és építik Székesfehérvárt, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb érdeme, értéke ennek a versünnepnek. Köszönöm szépen a zsűrinek, hogy idén is elvállalták ezt a nem könnyű feladatot. Biztosan lesznek majd a 22 fiatal szereplése után viták, hogy ki legyen az a 12, aki bejut majd az áprilisi döntőbe. Kívánok mindenkinek óriási élményt, hiszen azt gondolom, hogy ez az elődöntő és a döntő is mindig egy fantasztikus élményt jelent számunkra. Ilyenkor azt gondolom, hogy kikapcsolhatunk mindent, és csak élvezhetjük a fiataloknak az előadását, ami sok mindenre gyógyír. Én azt gondolom, hogy így lesz az idén is. És tavaly versünnep jubilált, de idén is lesz jubiláció, hiszen a verstábor idén 10 éves. Köszöntöm Magdornáikat, és kívánom, hogy az idei jubileumi verstábor is hasonlóan jól sikerüljön, mint az elmúlt 9 alkalom, és természetesen sűrű számok tekintetében az idei költségvetés is tartalmazza a 12 döntősnek a verstáboros részvételét. Úgyhogy kívánom, hogy a mai elődöntő és aztán a döntő után majd egy nagyon jó hangulatú és tartalmas verstáboron vegyen részt mindenki. Én köszönöm szépen a fiataloknak, hogy idén is jelentkeztek, hogy itt vannak, és kívánom mindenkinek, hogy a mai nap tényleg arról szóljon, arról a felemelő érzésről, amit a versünnep nyújt mindannyiunk számára. Köszönöm szépen! Köszönjük a polgármester úr gondolatait, és felkérem Hagymási Andrást, a Fehérvár Médiacentrum Kft. Ügyvezető igazgatóját, hogy tartsa meg köszöntőjét ő is. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 11. fehérvári versünnep versenyzőit, zsűri tagjait, a kedves vendégeket itt a helyszínen, illetve a Fehérvár Televízió nézőit.
versünnepről beszélünk, amiben benne foglalhatik az ünnep szó, de nem attól ünnep ez a rendezvény, hogy annak hívjuk. Nem is az ünnepélyes külsőségektől válik ez ünneppé, hanem a lelkünkben lesz ünnep. Erről pedig a versenyzők maguk gondoskodnak. 22-en lépnek hamarosan a színpadra, akiktől biztos, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan olyan élményt kapunk, ami a következő hetekre biztos, hogy kitart, aztán lesz ennek majd utánpótlása is a döntőben. Mindehhez önöknek nagyon jó szórakozást kívánok, a versenyzőknek jó versmondást, és kollégáim a Fehérvár Média Centrum munkatársai nevében is szeretném megköszönni a bizalmukat, a támogatásukat, hogy eljöttek és megtekintik a mai rendezvényünket. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük ügyvezető igazgató úr köszöntő gondolatait, és hát el is érkezett a verseny pillanata, amikor az első versmondót köszönhetjük itt a fehérvári versünnep színpadán, aki nem más, mint Ráski Gergő Baher Iván versével érkezett az első István szakgimnáziumból. Baher Iván, hogyan legyünk magyar költő? Szülessünk egyszerű glatternek Pesten. Édesanyánk ikertestvérünk hajon a szülésbe bele. 13 évesen árvuljunk egészen el. Járjunk egyetemre. Részben a numerus claususokán is. Szegedre. Itt találjunk társakra végre. Találjunk zsidó származású katolikus pap példakép professzort. Tanuljunk meg minden megtanulhatót. A névváltoztatást kérjük a szigorlat idején. Védettségre hivatkozva csak a Radnócit engedélyezze a hivatal. Mi használjuk azért is a zsidó nagyapa szülőhely nevét. A 30-as évek második felétől készüljünk a halálra szépen. Legyünk tökéletesek. Éljünk és írjunk hibátlanul. Ne nagyon írjunk újságot, nagy regényt, heti kritikát. Ne törődjünk többé semmi mással, csak azzal, hogy a dolgot tökélyre vigyük. A dolog nem az élet. Az nem érdekes. Csak egy fontos dolog van már. Csak egy dolog van már. Magyar költőnek lenni. Ahogy ez egyre nehezebb lesz, úgy legyen az egyre magától értetődőbb. Amikor városunk leendő gyilkosaink kezén van, azoknak kezén, kik minket már törvények segedelmével taszítottak volna ki a magyarság kebeléből, és emiatt bombázni kezdik, akkor dacolva barátaink felháborodásával írjunk verset. Nem tudhatom címmel. A magyar zsidó költők antológiájába sajnáljuk, de nem adhatunk verset. A kicsiny dolgokat szeressük. A hitvest, a diót, a békét, az almafát. 1944 májusában vonuljunk be munkaszolgálatra. Harmadszorra is. Dolgozzunk a bori Heidenau lágerben, ahol nincsen egyetlen egy francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb sem. Kizárólag méla zsidó és lezsidózott magyar. Szedjünk sok szedret, csipkebogyót. Írjunk szép, meg nem rezzenő, fegyelmezett betűkkel a kis füzetbe. Hogy majd akkor is olvasható legyen, ha szétáztatja lapjait a sár, a vér, a testünk mindenféle nedve. Ilyenkor már ne nagyon javítgassunk. Elmosolyodhatunk egy pillanatra azon, milyen szép íróasztalt csináltattunk magunknak a Pozsonyi útra. Aztán érjünk a tenyerünkbe tartott fekete füzetbe tovább. Vegyünk részt a cionisták kultúr délutánjain, de szereplést sajnáljuk, itt sem vállalhatunk.
Máshol más alkalommal, a szondi két aprógyát szavaljuk főként. Mert azt szeretjük a legjobban éppen. 1944. augusztusának végén induljunk meg hazafelé. Hazafelé. Előtte, útközben, minden lehető alkalommal adjuk át verseink másolatát minden barátnak, ismerősnek. Hát a megrongálódna, elkallódna a kis füzet. Szegedi utászokból álljon ki keretünk. Nézzük, ahogy bajtársainkat kezdik ölni. Nézzük, ahogy nem engedik a szerveknek, hogy nekünk enni adjanak. Nézzük, ahogy titelnél, a magyar határnál a keretlegények agyonverik azon bajtársainkat, kik a magyar himnusz kezdik dünnyögni. Lépjünk társaink holttestén keresztül. Szenvedjünk el minden szenvedhetőt. Nézzük, ahogy a végén két emberséges ember legyen a keretben. Két német szakács. Több német ne legyen köröttünk. Gyilkosunk szájába német szavakat adjunk. Nézzük. Segíteni már nincs erőnk, ahogy bajtársunk sírunkat megássa. Legyen rajtunk bricsesz nadrág, világos szürke zakó, tépet viharkabát. Legyünk nyugodtak. Megkerülünk. Meghallgattuk az első verset, jöjjön az értékelés. Köszönöm szépen, kedves Gergő. Azt írod itt a kis ismertetésben, hogy a versünnep alkalmával rengeteg barátságot, tapasztalatot és élményt köszönhetek ennek az eseménynek. Én azt hiszem, hogy sokat is tanultál ezekből a versenyekből. Ugye így van? Nagyon szép előadás volt, nem érződött egyáltalán rajtad, hogy első vagy. Ezt azért szeretnénk kiemelni, mert hát ezt sokan tudjuk tapasztalatból, hogy ez nem könnyű. A vers választásról szeretnék kérdezni, mert a másik vers, amit megjelöltél, az egy Vasalbert üzenet haza című. Hogy találkoztál ezekkel a versekkel? Van Fehérváron is már ez a pocket automata, és egy estén nem volt éppen semmi dolgom, és elsétáltam mellette, és valahogy úgy imponált a címe, hogy a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából. Nem tudtam, hogy ez most mit takar, vagy mit fog fedni, ezért megvettem. És kinyitottam a könyvet, pont ennél a versnél nyitottam ki. És egy ideje már mondok verset, de ez volt az első vers, ami teljesen meghatott, és a végén sírva fakadtam. Radnóti a kedvenc magyar költőm, és ez egyszerűen teljesen meghatott. Köszönöm szépen. Gondoltam én is, hogy Radnóti szeretete volt az, ami miatt választottad ezt a költeményt. Most ennek az a nehézsége, ugye, hogy hát inkább próza vers, tehát nagyon nincs köze a hagyományos vers szerkezethez, felépítéshez, és még egy veszélye van, ugye a benne levő maró gúny és a fájdalom, ami az ellentétes érzelmeket illeti, és úgy gondolom, hogy akkor lenne igazán jól felépítve ez a vers, hogyha nagyon tárgyszerű lennél. Nagyon-nagyon tárgyszerű, és az érzelemnek pedig a végén szabadna csak megjelenni, mert különben meg elmegy esetleg egy önsajnáló irányba a dolog. De hát nagyon nagy feladatra vállalkoztál, és én ezt nagyon becsülöm. A hangod még szebb, mint tavaly volt, még az eszeken még mindig van mit javítani, de becsülöm, hogy nagyon tudatos vagy, és nagyon, nagyon összeszedett voltál, és ez nagy dolog elsőként egy versenyben részt venni. Következő versenyzőnk
Kalmár Anna Lilla, a Ciszterci Szent István Gimnázium 10. osztályos tanulója. Áprili Lajos, vallomás. Igaz, én itt a sorssal nem csatáztam. Én döbbent szemmel láttam itt a vért, és nem lengettem omló barikádon fehér zászlót a véres emberért. Viharokból kibomló új világért. Csak álmom volt, nem lobbanó vitám. Rohamra nem harsogtam riadókat jövőködbe zúgó trombitán. A seb, mit rajtam vadkor ők lezúzott. Sötét heggés simult minden dalon, de mint a monda, tóba hult harangja. A mélyben él az ember fájdalom. S én nem tudom, hogy meddig él a versem. Titánok halnak, tornyok rengenek. Ahol világtra veszek, összedülnek. A versem hogy ne halna meg? Ha nem leszek, nem fogja tudni senki. Sorsomnak mennyi furcsa titka volt. A hűlt sorok, meg annyi érckoporsó. S a könyvem gránit kripta volt. De túl roman, ha perce jön csodáknak, ami megkondul, mintha vallana, s a bolt alól harangtisztán kicsendül, s magasra száll az ember dallama. Köszönjük, várjuk a tisztelt zsűri értékelését. Hát ez a vallomás tényleg arról szólt, amiért évről évre itt összegyűlünk, a vers a költészet miatt. Én szerintem az utolsó versszakra érkeztél meg igazán a versbe. Ugye? Éreztette igen, is, igen. Hogy ott lettél önmagad, és ott lett nagyon személyes. Előtte egy kicsit iskolás volt, egy kicsit elvitt a dallam az éneklés, de az utolsó versszaknál megéreztem azt, hogy te, ha most előről kezdenéd, akkor így kezdenéd el, és nagyon nagy lehetőséget látok benned. Szerintem nagyon szép kifejező eszközeid vannak, úgyhogy biztatlak, de majd, ha higgadtabb leszel egy kicsit, akkor biztos, hogy még jobban fog sikerülni ez a vers. Nekem az utolsó köszönöm. Versszak nagyon-nagyon tetszett. Köszönöm. Egyetértek Annával. És hozzátenném, hogy ezt én tegnap este meghallgattam zenében, dalban, ugyanis Áprili Lajos dédunokája, ezt kevesen tudják, hogy nagyon érdekes, hiszen egy csoda családról van szó, hiszen Ékeli Zoltán, a menye Jancsó Adrien, aztán az unokája Ékeli Adrien irodalomtanár, és Péterfi Boritól hallgattam, aki a dédunokája egyébként Áprili Lajosnak, Péterfi Gergely író pedig szintén a dédunokája. Ő... Ugyanazt tudom mondani, hogy az utolsó verszek remek volt, hiszen ez egy, én azt mondom, hogy a kellő mélysége megvan benned mindenképpen, úgyhogy hajrá. Köszönöm. Én még annyit szeretnék kérdezni, hogy láttam, hogy te most vagy először versenyen. Igen. Izgultál nagyon? Hát igazából annyira nem, mert úgy fogtam fel, hogy át akarom adni azt, amit Áprili Lajos akart átadni ezzel a verssel, és meg akarom mutatni, hogy versmondó versenyeken nem szoktak Áprili Lajos verset mondani, és pont ez a lényeg az utolsó verszaknak, hogy hiába nem mondanak, egyszer valaki mondani fog, és az én leszek, és mondtam. Na, itt érződött az, hogy teljesen a végén saját szavaidként adtad elő. Igen. Köszönjük szépen. Nincs mit. Köszönjük. Én köszönöm. Köszönjük szépen! Érkezik hozzánk a következő versmondó kis Viktória. A Láncos Kornél gimnáziumból jön, 10. osztályos diák és Reményik Sándor versével készül. Reményik Sándor. Álmodsz-e róla? Álmodsz-e róla, mond. Eljár-e hozzád olyan suhanó,
Neztelen léptekkel, mint életében. Érzed-e édességét közelének? Barna haját, fájdalmas, nagy, vad gesztenye szemét. Lélek kitágította pupilláját. Lezárt ajkát, a keskeny vonalút, mely hallgatni jaj. Régen megtanult. Szinte oly jól, mint a koporsóban. Haját, szemét, arcát, ajkát, alakját. Álmodban látod-e? És azt a néhány apró keserű ráncot, miket az elfojtott betegség, s övéért az örök aggodalom olyan korán szántogatott vonásainak finom földjébe. Mélyen. Mélyen. Hát ritka mosolygását látod-e? S még ritkább nevetését, mely ha kibudjant, mindig könny budjant vele. Mintha azt mondaná, nevetés közben is fáj a szív. Álmodsz-e róla, mondd, álmodnod kellene, hiszen vele élted az életet, feleséged volt. Életed fele, és szeretted. Szeretted százszor erősebben nálam, mert bírtad, s merted életedhez kötni életét, ahogy férfi módra kell. És boldog voltál, és boldog volt veled. Vagy én szerettem jobban mégis. Én, aki tudtam, nem lehetek semmije. Álmok szőnyegét teregethetem csak szegény, megfáradt lábai elé. Álmodj róla! Álmodnod kellene! Éltél, hiszen annyit közelében, lényének ezer apró részletét ismerted, mely nekem rejtve maradt. Tudtál ezer nem sejtett édességet, s lelke rejtett pókháló zugaithon mégis. Őszi napfény bújdosott, s a pókfonálon csillogott a harmat, s ezüst rezgéssel reszketett a dér. Te tudhattad talán csak egymagad. Mit ismertem én? Pár nagy vonalat. Vajon-e pár vonal volt a lényege? Nekem freskó volt. Neked, mozaik. Álmaidban még összerakhatod. Álmodj hát rettentően kifosztott ember. Gazdagok lehetnek az álmaid. Álmaidban még gazdag lehetsz. Láttad annyi drága hétköznapon, s jóban, rosszban. Oly bensőségesen osztozkodtál vele. Osztoztam én is. Ó, igaz. De csak kivételes nagy ünnepen. Mert nem bírtam, nem mertem, és nem akartam a két karomba zárni. Féltettem összhangját szíveinknek. Féltettem őt az élet vad kezétől. S féltettem kényes, önző magamat. Elengedtem hát, hogy megőrizhessem, mint póka fonalat. Helyette a róla szőtt álmaimat. Álmodsz-e róla, mondd, én, amíg bús fölénnyel és képzelt diadallal csak hagytam peregni az életet. Álmodtam róla szakadatlanul, tündéri szépeket, s kiálmodtam magam. És most nincsenek többi álmaim. Se nappal nincsenek, se éjjelente. Mit nem adnék pedig, ha láthatnám egyetlen egyszer bár. Érezném édességét közelének. Barna haját, vad gesztenye szemét, melyel most játszanak őszi angyalok. Lélek kitágította pupilláját. Egy-egy barázdát arca drága földjén, egy mosolyát, ha láthatnám. Egy könnyét, ha érezném forrón kezemre hullni. Aggódnánk együtt. S nevetnénk együtt, s fájna a szívünk nevetés közben is. Álmodtam róla egész életemben, s kiálmodtam magam, s álmaimban most meg nem látogat. Soha, soha. Álmodsz-e róla, mondd, mert ha álmodsz, hiába veszteséged. Kettőnk közül.
te vagy a boldogabb. Köszönjük, kíváncsian várjuk a zsűri értékelését. Azt éreztem, amikor előre került a kezed, hogy megérkeztél a versbe. Amikor hátad mögött volt a kezed, akkor így biztonságot kerestél, ezt éreztem. És aztán egyszer csak előre került a kezed, és elkezdted a verset, nem is tudom, mi a jó szó rá, nem mondani, hanem valahol. Én azt éreztem, hogy ez a te verseddé vált, pedig egy férfi vers. De hogy azok a gesztusok, amik az a pici apró, azok a néhány apró gesztus engem abszolút belehívott abba, amit te elhoztál ide közénk. Úgyhogy ezt így köszönöm neked. Én viszont azt éreztem, hogy fantasztikus tehetség vagy, de hogy sokkal több minden van benned, és hogy ezt egy picit visszafogtad és elfojtottad. És én arra szeretnélek megkérni téged, hogy ha bekerülsz a döntőbe, akkor kérlek, hogy ugyanezt a verset hozd el, és egy mentorral szeretném látni benned azt a szenvedélyt, azt a tüzet, ami ott van, csak valamitől visszafogod. De minden ott van, mert érződik és látszódik, és nekem nagyon tetszett ez a vers. Köszönöm szépen. Csatlakozom nekem és annál is inkább, mert Reményik Sándor ezt írta erről a versről az ő nőbarátjának, Szilágyi Piroska Szőcs Jenőnének, mert volt neki nőbarátja, hát olyan kort éltünk. Alig ismertük akkor egymást, és én a legdrágább titkomat olyan bizalommal tettem a maga kezébe, mintha a jóisten kezébe tenném. Most már értjük, hogy miért írta ezt, hiszen ebben olyan mélységeket találunk, amit tőled hitelesen hallhattunk, és egyetértek Noémivel, szívesen hallanám én is. Köszönöm szépen. Én nekem ma is, most is nagyon tetszett ez a versmondás. Azt írja, hogy ha nehezemre esik kifejezni magam, mindig egy vershez nyúlok. Az én számomra most sikerült kifejezni magát ezzel a verssel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Következő versenyzőnk Csizmadia Máté Noel, a Vaspári Pál Gimnázium 10. osztályos tanulója. Bella István, halotti beszéd. Néhai Bella István karpaszományos honvéd sírtalan sírja fölött. Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz. Ha elsírjuk róla a havat, ha a földet elhányjuk róla, talán találunk kardbordát, csontsípot, csigolyagyöngyet, talán találunk a szíve helyén északi fényt, s fekete csöndet. Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz, az itthoni eget, lehelletünket emeljük szájához, mint a tükröt, hát ha bepárál, hát ha él még, hát ha elfelhősül a kék ég, hát ha fölül, s hát ha ránk ünget, csöndbozontú szája ránk mordul, szakállából, havas hajából kifésüli a férget, a földet. Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz. Te a hadijárva gyöp, én a hadijárva föld. Menjünk, füvekként araszolva, vakontként a földet púpolva, menjünk, síroként hullámolva, sírbarázdáként ringva, ringlódva, új temetőként kiáradva, ó temetőként kiszáradva, süppet síroként apályolva. Menjünk Donkanyar apánkhoz, Voronyes Donkanyar apánkhoz, Ishonzó Galícia apánkhoz, Világos Temesvár nagyapánkhoz, Obienyiszei öreg apánkhoz, Vén sír Atlanti óceán apánkhoz, a Szabadság szobor kopja fához, a fákja ravatali gyertyához. Gyere szanaszét apánkhoz, szanaszét szívű, szavú apánkhoz. Nincs zöld, hol ne füveltünk volna, föld, hol ne röglöttünk volna, ég, hol páránk ne egesedne, ág, hol porunk ne leveledne. Eleven ekékkel a tengert, szántottuk sírokkal a tengert, fölszántottuk sírral a földet, s vetettünk bele élő embert, búzaunokát, rossz szüléket, arattunk láncot,
láncos lángot, üszögidőt, pipacsigéket. Gyere, fiam, menjünk el apánkhoz. Gyere velem, fiam. Köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Bevallom őszintén, hogy én azért szerettem a versedet most hallgatni, mert úgy érzékeltem, hogy te pontosan látod azt, amiről beszélsz, és ezért láttattad velünk. És nekem ez egy óriási élmény volt, hogy így egy képet közvetítettél felém. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Nekem pedig azt tetszett, bár ebben nem vagyok nagyon profi szakember, hogy én élveztem, hogy szépen beszélsz. Volt egy rész, a háta él még, háta befel hűsl a kék ég, olyan szépen ejtetted. Nekem nagyon, nagyon tetszett, ahogy idehoztad elénk, ahogy előadtad ezt a verset. Köszönöm. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy megérkeztél a második világháborúhoz is, hiszen azt tudjuk, hogy tegnap ugye a Trianonban láttunk, néhány hónapja pedig ugye az 56-os remek darab a Szabad Színház előadásában is ott voltál, és ez hiányzott egyik oldalról. És én fontosnak tartom, hogy ezt a verset választottad, hiszen Bella István a miénk. Ezt a verset egyéb iránt Bobori Zolitól már 100-szor hallgattam meg, és 101-szer is meg fogom hallgatni, hiszen Bella István a miénk, székesfehérvári. Sárkereszt úré is, hiszen ő azt mondja, hogy szép és igaz a falum neve, Sár is, kereszt is, úr is, mint minden ember élete, Sár is, kereszt is, úr is. Köszönöm, hogy ezt választottad, és köszönöm, én azt hiszem, hogy ez így nagyszerű volt. Köszönöm. Még én hogy köszönöm a választást. És mondtam magamban a verset közben, és nem nagyon találtam olyat, ami ne úgy hangzott volna benne, mint ahogy ezt elmondtad, ami annyit jelent, hogy tudod, sokszor beszélünk arról, hogy nem csak a versmondó olvassa a verset, hanem a vers is a versmondót tökéletesen kiolvasott belőled mindent, fiatal korod ellenére. Annyi kis észrevételem van, hogy a harmadik versszaknál egy kicsit talán a ritmusa is, meg a lendülete is megtört egy nagyon picit a versnek. Egyébként tiszta szívemből gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm. Következő versmondónk Cserpalkovics Gergely, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezik hozzánk. Áprili Lajos, a csavargó a halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Áltam vaspántos portádon belül, s ámulva néztem botrafont kezemre sugárban omló fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedben megutáljad, és úgy menj ki belőle mesztelen. Uram, te ezt így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végigrobajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő, és jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s odvamba surran este sűnfiad. Gazdám a nyár, az ősszel hult levéllel új őszig minden gondot eltemet. Mezítláb járom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni küld a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantással köszöntöm kék lakásod, s fütyörészem. S uram, te hallgatod. Zöld asztalomon vadgyümölcs az étel. Otthon kínáló tűz nem int felém, de mond,
Volt-e valaha szép világod valaki úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, vállamról ronyruhámat egy rándítással elhullathatom. Saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint, egészen meztelen. Köszönjük szépen, várjuk a zsűri értékelését. Nos, csak egy rövid gondolat. Nem kell két verset választanod, hiszen hozzáteszem, hogy a versenyzők zöme két verssel jött. Neked elég ez az egy is, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm. Azt mondom, hogy nem jut eszembe a számnak a cím, de azt mondom, a Lord együttesnek van egy ilyen csavargos száma. És minthogyha az hallatszott volna így a fülemben, hogy nem félek, amíg élek, válnak a messzeségek, a városok ország útpora, és akkor így ez a csavargó így ezzel a... Én nem fogom, mert vannak nálam jobb előadó művészek, mint amilyenek én képes lennék ezt elénekelni. Csak hogy azt éreztem meg a végén, és azért köszönöm ezt neked, mert hogy ezt a fajta szabadságot, amit ez a csavargó megélt ebben az áprilisben, én azért szeretem őt egyébként, nem nagyon ismerem a verset, de egy párat igen, de hogy ő nagyon szereti a természetet, és olyan szépen tud beszélni a természet szépségéről és erről a szabadságról, és ezt most így idehoztad ebben a versben. Ráadásul ugye ott a kollégámat is megemlítetted, hogy a pap miről prédikál, és hogy ezért a versválasztásban ezért is éreztem megszólítva magamat most, hogy meg kell szólalni. Na szóval köszönöm szépen. Hát ha az atya a rockzene felől közelítette meg ezt a kérdést, akkor én elmondanám, hogy nekem meg Szent Ferenc jut eszembe mindig ez a vers. De komolyan, de láttam magam előtt Szent Ferencet, ahol indul a barna hosszú ruhájában, és annyira örülök, Gergő, hogy te ilyen hihetetlenül tudsz versben fogalmazni. Ez nekem annyira tetszik, hogy összerántod, amit egybe kell mondani, hogy mégis személyessé tudod tenni. Nem érzem azt, hogy mert itt nem is kell, hogy lüktessenek a sorok, hanem ilyen személyes mondani valóvá tudtad ennek a csavargónak. Ráadásul ugye úgy, hogy a te személyiségeddel, vagy a tartásoddal egy kicsit ellentétesen is tudtál fogalmazni, mert te ennél kötöttebb és fegyelmezettebb vagy, és most át tudtad magad adni ennek az áradásnak, ennek a szabadság vágynak, ennek a vágyvezéret csavargó életnek, és közben meg benne volt az a nagyon szép meghatódás is, ami a végén eljön, hogy a csavargó könnyebben megy, és a csavargó könnyebben tud átalakulni Isten szemében is. Tetszett, komoly, érett, jó versmondó vagy. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Egy személyes dolog jutott eszembe, hogy másik áprili verset hallottunk, és még nem mondtam el az idén, amit mindig el szoktam mondani, hogy először is, hogy hálás vagyok, hogy a versünnep részese lehetek, illetve hogy nagyon hamar megfogalmazódott bennem az, hogy számomra tavasz akkor kezdődik, amikor a versünnep megrendezésre kerül. És éppen ma reggel jöttem, és pont egy áprili vers jutott az eszembe. Versmondó koromban mondtam, versenyeztem vele, és az a sor jutott eszembe, hogy ó, szép tavaszom, kedvem kibontó. Annyi, de annyi bús napon át te benned bíztam, te tőled vártam a keserű szívem szép igazát. Ez a gondolat jutott eszembe, ma reggel így érkeztem meg a versünnepre, és nagyon örülök, hogy ilyen tehetséges fiatalokat hallhatunk ma is. De ez most nem rólam szól, úgyhogy menjünk is tovább. A következő versenyző Bíró Gergő Zalán, a Teleki Blanka gimnázium tanulója. Márai Sándor, halotti beszéd. Látjátok feleim szemtekkel, mit vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avít kacat. A halottnak szakálla nőtt,
a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajta éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek doldit olvasol, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körülvettek engemet. Az ohiói bányában megbicsaklítkezed. A csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A türeni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Trudy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Míg szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már, minden katorra jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét, látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz s a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene? Arany szava, Ripple színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmat cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass, és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz. Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad. Egy másik nyög. Nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy örök. Megutálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling, és ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb voltam, mint ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A rádióaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad. Szorongasd még bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid. Egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit,
mind a hetet. És Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet. És már mind Csatinek a hóhér eladja a kötelet. És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk? Íme por, és hamu vagyunk. Várjuk a zsűri értékelését. Hát, egy ideje már vagyok versünnepen, már nem tudom, hogy ez hányadik versünnep, és ezt a verset nagyon sokan hozzák magukkal, mert ilyen nagy, komoly, és nagyon szépen lehet vele játszani, és gondolom előadni, de amit te most idehoztál nekünk, hát le a kalappal. Nagyon-nagyon, engem nagyon. Az elején azt írtam magamnak, hogy tárgyilagos komolyság, és aztán egyszer csak beindultál. A homlokoddal, a szemeiddel, most egészen másképpen nézel ki, mint miközben mondtad a verset, tehát, hogy így fantasztikus volt, engem nagyon-nagyon megfogtál ezzel, ahogy idehoztad ezt a verset. Nagyon-nagyon jó, na, nem folytatom, tovább átadom, mert másnál is van a mikrofon. Gergőt használod, vagy Zalánt? Gergő. Igen, a komolyságot én is nagyon tudom dicsérni. Azt írtad ugyan, hogy Radnóti a kedvenc költőd, de én Ady Endrét láttam itt a szemedben. Tényleg, tehát nagyon-nagyon csodálatos volt, mintha Ady Endrét láttam volna a sírszélén állni. A gúnyból egy picit még merészebben tennék bele többet, nyugodtan, és... A szép versmondás mellett, a gyönyörű orgánumod mellett. Esetleg két megjegyzés, csak annyi, hogy az idézetet azt azért pontosan kell mondani a szózatban, hogy az nem lehet. Tehát csak annyit mondta, hogy nem lehet, hogy oly szent. Tehát ez, azt muszáj pontosan mondani, és a radioaktív, tehát azt mindenki rosszul mondja, nem radioaktív, mert az, a rádió az más, radioaktív. Tehát ezt nagyon kell rá vigyázni, hogy radioaktív mindenkinek mondom, mert ez általános hiba nagyjából. De köszönöm, érett versmondó vagy, pedig még nem láttunk itt, de nagyon örülök, hogy most láthattunk. Csak az utolsó mondatát szeretném én is megerősíteni Annának. Azt éreztem, és engem azért hatott meg a te előadásod, mert egyértelműen érzem mögötte azt a felnőtt, érett bölcs lelket, aki te vagy, és ezt a verssel együtt közvetítetted. Köszönjük szépen. Én még annyit tennék hozzá, én a csendet hallgattam. Ilyen csend nem volt még itt ma. És Márai ellentmond önmagának. Márai azt mondta, hogy a halált, mint a világegyetemet nem lehet értelemmel megközelíteni. Hát dehogy is nem, tőled megkaptuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én majdnem visszatettem a mikrofont, mert zsűri tagtársaim elmondtak mindent, amit én is szerettem volna, és leírtam magamnak. Annyit még, hogy a számomra ennek az előadásnak a legnagyobb értéke az egyszerűsége volt. És szerintem ezért voltak ilyen nagyon szépek a szünetek, nagyon-nagyon szépek voltak a szünetek, igazi egységgé tudtad csinálni ezt az egész verset. És hát Vakler Lajoshoz kapcsolódva, hát ennek a teremnek is olyan gyönyörű hangulata lett, és olyan csend volt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A versünnep színpadára szólítom Török Laurát, aki a Vasvári Pál gimnáziumból érkezik hozzánk. Mécs László, csak ennyi az egész. Igen. Lehettem volna én is boldog. Az én utam is éppen arra vitt. A kertelébe értem, melyre ám várt. Szerelem, rózsák, édes mámora, csend, gyümölcsfák, családi tűzhely. Szántás vetés humuszban, szerelemben, írtás oltás fákban, gyermekszívekben. A nagyvilág villámait fogó, viharszordínós villámhárítók. A nagyvilág lármáját átszűrő, dallamás szűrő zűrzavar szűrők. Leányhajszálon függött az aranykulcs. De megfordultam.
Nem tudom miért. Én nem vagyok hős. Nem vagyok erős. Nem tudtam, mit rejt a másik út, hogy mi a cél és mi a harc a célért. Hogy mit keressek itt a másik úton. Csak megfordultam. Ennyi az egész. Csak annyit tudtam. Valaki szeret. Valaki nagyobb minden boldogságnál, minden csendnél és minden szerelemnél. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Tudtam, szeret, s csak ennyi az egész. Hagytam magam szeretni, mint a gyermek, a Jézus Krisztus ember ideája. Hagytam magam vezetni, mint a gyermek. A gyermekben nincs cél, nincs hősiesség. Csak megy, ha küldik, s nem tudja miért. És küldtek. Mentem. Ennyi az egész. És jártam, mint a többi vándorok. Fecskét kérdeztem, és fülemiléket. Mi nem szövünk, mi nem fonunk, mi nem szántunk, mi nem vetünk. Mégsem vagyunk mi céltalan csavargók. Mi hozzuk a tavaszt, s a dalt. És vándoroltam. Ennyi az egész. Van úgy, hogy játéklovacskát kapok, és játékekécskét nyomnak a kezembe. Gyerünk, gyerünk, játéklovacskák! Gyerünk, gyerünk, játékekécske! Nem kis családi kertben, sem megyében, de országos határban megy a szántás. És játékköténykét is kötnek elébem, és teleszórják furcsa új magokkal, hogy vetegessek hetet hét határon. S én játszadozom. Ennyi az egész. Aranypuskát, aranykardot kapok. A világosság játékfegyverét. Harcolnom kell a hétfejű sárkánnyal. Sötét magammal, s a sötét világgal. Sötét sátánnal és sötét pokollal. És néha, mintha varázs volna rajtam. Nem fog golyó, tűz, nincs áhilles sarkam. S majdnem olyannak látszom, mint a hősök. És néha sebezhet még csillagfény is. És vércsapol egy érzelemtöv is. Én nem vagyok hős, s hőst kell végigjátszanom. S én játszadozom. Ennyi az egész. Néha futok, és félek, hogy megállok. Néha állok, s félek, elbukom. És néha fekszem, s félek, hogy elalszom, és eltapos örökre a sötétség. És néha sírok reggel, hogy énekeljek este. S kisírom magam este, hogy kacaghassak reggel. Így játszom én a könnyel és kacajjal. Én nem vagyok hős. Ennyi az egész. Nem tudtam, hogy ez így lesz. Nem kívántam. De nem siratom vissza azt a kertet. Valaki engem végtelen szeret. Nagyobb a földnél, és nagyobb az égnél. Hagyom magam szeretni, mint a gyermek. S csak ennyi, ennyi, ennyi az egész. Köszönjük szépen, tisztelt Giulia, a szó. Köszönöm neked ezt a verset. Amit én leírtam magamnak, hogy én ezt egy picit lassabbra vettem volna. Nem tudom, hogy azért mondtad ennyire gyorsan, mert izgultál, vagy... De hogy úgy tudtad ezt a verset. De hogy én azt írtam még magamnak, hogy én úgy érzem, hogy ez a vers egy érett férfi gondolatairól szól, aki megáll egy picit, úgy visszaidéz, hogy tulajdonképpen végig jártam az életemet, mi történt vele, hogy játszottam, hogy küszködtem, és végül eljutok az egészben, hogy hát, ennyi az egész, csak ennyi az egész. Talán erre érdemes lett volna figyelni, vagy érdemes lenne figyelni, hogy nem tudom, hogy a hétköznapi életben mennyire beszélsz gyorsan. Oké, köszönöm. Lehet, hogy a tanárnő is ebben azért küzdött veled, hogy egy picit lassabban. Látom, nagyon oda nézel. Szóval egy picit lassabban, de talán így még jobban átjön az, amit itt Mécs László próbált megfogalmazni, ahogy ezt így végig rágta, végig gondolta magában. Köszönöm. Nagyon fiatal vagy, először látunk itt téged. Fantasztikusan gyönyörű a hangod, és nagyon szépen beszélsz, és én is csak arra biztatnálak
téged, hogy ne siess ennyire. Hagyd meg az időt, türelmesen, bízzál magadba, a csöndekbe, a gondolat megfogalmazásába, mert minden adottságod megvan hozzá. Köszönjük szépen. Így igaz, én viszont csak egy információt osztanék meg mindenkivel. 2009-ben, tegnap éjszaka találtam egyébként ezt az információt, tehát vadonatúj nekem is. 2009-ben a Kossuth Rádióban Takács Nándor püspök atya ezt a verset mondta egy reggeli adásban, képzeljétek el. Ajánlom mindenkinek, hallgassák meg, és itt csatlakoznék Gáborhoz, valóban egy érett férfi ember szavai és gondolatai ezek. Köszönöm. Sokat mondjuk azt, hogy forduljanak a kortárs magyar irodalomhoz, válasszanak kortárs magyar költőktől verset, és én föl is kaptam a fejem, amikor olvastam, hogy a másik választott verse Kemény István egyik verse, de örülök, hogy Mécs Lászlót választotta és mondta el nekünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő versenyzőnk a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás szakgimnáziumából érkezett hozzánk. Következik Lenti Barnabás. Határgyőző, üveggolyó, üveggolyó, üveggolyó márványolásának volna lenni jó, ahogy lapok, élek, illannak, villannak, csillangónak lenni annak, annak volna lenni volna jó. Márványgolyó, márványgolyó szivárványolásának volna lenni jó, a képzelgések, ahogy megrohannak, elcsapongásnak lenni annak. Annak volna lenni volna jó. Aranygolyó. Aranygolyó lámpás bogárnak volna lenni jó, hangos világolással, amerre vannak, Szent János bogárnak lenni annak. Annak volna lenni volna jó. Kristálygolyó. Kristálygolyó színe játszásának volna lenni jó, ahol sejtő, hajtók, tűnő, űnőt zavarnak, szarvasgímnek lenni, annak, annak volna lenni volna jó. Ribillió, ribillió rohangálásának volna lenni jó, nimfák, menádok, kinek kivillannak, szoborfogó szatírnak annak. Annak volna lenni volna jó. Kobaggolyó. Kobaggolyó biliárdfej golyónak volna lenni jó. Tar kopaszok, ahogy párnán pihennek, kópék kujonnak, ilyennek. Ennek volna lenni volna jó. Süveggolyó. Süveggolyó nagyúr trombolondjának volna lenni jó, kit megsüvegelnek, amerre elmegy, tarsolya arannyal, zsebei telnek, volna lenni volna jó. Ólomgolyó. Ólomgolyó vonszoli láncon. Annak volna lenni jó. Vár tömlöcében reménytelennek, kik csontig, éhen, múltakon merengnek, volna lenni jó. Lenni volna jó. Népmillió, népmillió ember elevennek volna lenni jó. Szülnek, születnek, szüretelnek, örömkönnyek közt előteremnek, életkövérjével fennem betelnek, ember elevennek, ilyennek, ennek volna lenni jó. Lenni volna jó. Köszönjük, értékelni volna lenni jó. Bevallom őszintén, az elején egy kicsit megijedtem és izgultam, hogy esetleg monotonná válik a vers, és aztán a közepe fele éreztem meg nálad azt a humort és azt a hangulatot, ahogy ráhangolódtál számomra a versre. Egy dologra viszont szeretném felhívni a figyelmedet, nem tudom, hogy mennyire vagy tudatában azzal, hogy mit csinálsz közben a kezeddel. Félig meddig.
Jó, csak mutatom, hogy üveggolyó, mondat eleje, és így járt az első, nem tudom én, 15 sor alatt a kezed, aztán már egy kicsit elkezdtél jobban élni, de ezekre így figyelj oda, tehát hogy a test tudatossággal foglalkoz egy picit közben. Ettől függetlenül elképesztő módon élveztem a humorát, illetve a nyerségét, és azt a közvetítési módot, amiben így később számomra beletaláltál. Köszönöm szépen. Brilliáns formailag is mindenhogyan, és megérezted az egésznek a furcsa tragikusságát, hogy miközben játékos, közben meg azt kiabálja az egész vers egy nagy kétségbeesés, hogy lenni, mint Hamlet. Bátrabban biztatlak ezeknek a refréneknek az érdekességére. Most sokszor éreztem úgy, hogy csak úgy kolonc neked, miközben a verszakokat meg jól mondtad, de mégiscsak a refrének valahogy egy kicsit kirittak, hogy nem kezdtél velük valamit, csak a végén. Ez is érdekes megoldás volt. És még egyet akartam mondani, hogy hát azért jó lett volna, hogyha bemondod, hogy kinek ajánlotta, ugye, mert az azért illik. Ráadásul ugye hát Lator László sokan ismerik és szeretik a költészetét, tehát azt azért ne felejtsd el, de egyébként örülök a találkozásnak, mert nagyon nagy potenciált látok benned. Köszönöm szépen. Mindig a felkészítő tanárokról beszélgetünk itt, és hát egy olyan érdekes dolgot vettem észre az adatlapodon, hogy a te felkészítő tanárod, Kőné Krár Edina volt, aki itt is van velünk, és egyébként a 2012-es Fehérvári versünnepnek a győztese. El tudott látni téged tanácsokkal? Szia, Edina! Teljes mértékben igazából elmondta az egész versnek a menetét, úgyhogy nem volt nagyon meglepetés, hogy hogyan kell idejönni, hogyan. De egyébként elmondta az ő tapasztalatait is, elmondta, hogy szerintem mi a fontos így a versni, hogy a szünetek, hogy a minden egyéb, úgyhogy igen. És köszönöm szépen a felkészítést. Köszönjük szépen, és hát repül az idő. Érkezik hozzánk Balázs Fanni, a Teleki Blanka gimnáziumból. Ő a következő versmondónk. Vörös Marti Mihály. Előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép, s jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicső teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót. Mélység s magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillantatig. Mi csendlőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre. Emberszívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s vadfénnyel a villámok rajzolák az égre az istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt, irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átai sóhajtanak fel csonthalmok közül, s a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti.
Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, e félig Istent, félig állatot, elborzadott az ordon mű felett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföld tán vendéghajat veszen. Virágok bársonyába öltözik, üveg szemén a fagy, fölengedend, s illattal elkendőzött arcain jókedvet és ifjúságot hazud. Kérjétek akkor ezt a vén kacért. Hová tevé boldogtalan fiait? Köszönjük, várjuk a zsűri véleményét. Fanni bemutatót tartott nekünk abból, hogy hogyan kell föllépni a dobogóra, oda menni a mikrofonhoz, fölkészíteni a hallgatóságot, hogy most valami csodálatos dolog történik. Aztán elmondta a szerzőt, szünet után jött maga a vers, a produkció, ami után én most a hallgatósághoz szeretnék fordulni, hogy kérem a hallgatóságot, kezdjék sajnálni a zsűrit. Én annyit írtam magamnak, hogy volt jó pár hangulatváltás itt a versben, és azt éreztem, hogy egy picivel hosszabb szüneteket tartottál, mint ahogy én azt éreztem volna, hogy jó volt. Szóval jó, hogy volt ott szünet, és szét volt osztva, tördelve maga a vers is, és emiatt azt érezheti az ember, hogy talán éppen ezért hosszabb szüneteket, de nekem pont egy picivel volt hosszabb az a csend. Meg néha azt éreztem, hogy nagyon erősen megnyomsz bizonyos szavakat, amiket nagyon hangsúlyozni akarsz. Szóval volt ez a szörnyeteg, és akkor szörnyeteg Lajos jutott róla eszembe, de ugye a dömdödöm, vagy a négyszörletű kerek erdőből, hogy ő aztán megmutatja, de hogy szóval, hogy úgy megmutattad, hogy ott tényleg szörnyeteg van, de hogy nem biztos, hogy ennyire erősen, ott meg ennyire erősen kellene megnyomni ezeket a szavakat. Ezek az én érzéseim voltak. Köszönöm. Gondoltam, már rámutalsz ezzel a szörnyeteg Lajossal. Fanni azt írott, hogy sokszor rettegek attól, mi játszódhat le mások fejében, amikor engem figyelnek. Nos, az én fejemben az játszódott le, hogy hála Istennek Gyulai Pál megtalálta egyik oldalról ezt a verset, hiszen azt tudnunk kell, hogy Vörösmarty életében ez a vers nem jelent meg. Ez Gyulai Pál, amikor a Vörösmarty összest összeállította, akkor bukkant rá. A másik pedig arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt a verset választotta, nekem nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Soproni Gréta, a Tóparti Gimnáziumból érkezett hozzánk 9. osztályos tanuló. Szabó T. Anna, mélyben. Senki jön a semmiből, senki megy a semmibe. Nem függök már senkitől, nem számítok senkire. Akaszkodni csak a hit, az is csupa gyávaság. Valamiért valamit, semmi szív és semmi ág. Én Istenem,
Pedig én, ő istene, ő hite. Mi istenünk, ki a mi? Semmi megy a semmire. Üres, üres, nincs fohász. Hova oda, nincs csoda. Soha, nem lehet sohább. Semmit, senki, sehova. Magam tépem ki a számból, sebet szakít a horog. Lezuhanok, tátogok, levegőért kapkodok. Fekete gömb, sötét tömb, nyakamon a gallér, vérbe mártott görbe penge, vigyorog a böllér. Torkomarés, kicsorgok, vicsorgok a kőre, koponyám, ha neki koppan, fekete lesz tőle. Fekete tömb, sötét gömb. Körbe vagyok törve, árva vagyok, nincs több részem. Résre vagyok zárva. Ha levegőt, ha még egyszer vehetnék, ha magamhoz az eget, az egész magasságot, ha még, ha magasan, ha az egész, ha még egyszer eget ér, ha levegőt, ha magamhoz, ha még. Magam örvényében, önként, örökre. De ki szabad, ki szabadul. Ki? Hova ki? Gréta, köszönjük, várjuk a zsűri értékelését. Ennek a versválasztásnak a fényében nagyon érdekes volt az, amit magadról írtál. Remélem, hogy így nem azonos azzal, amit választottál. Azt írtad magadról, hogy sokszor magunk sem tudjuk, hogy mit érzünk, versek iránytóként működnek, iránytóként önmagunkhoz. Az a pillanat, amikor egy verssel azonosulni tudunk, semmilyen sem fogható. Ezzel a verssel ugye azért nem azonosultál. Picit éreztem is, hogy nem, és azt nem bánom annyira, vagy nem tudom, hogy te mennyire azonosultál ezzel a verssel, de hogy azért tényleg a mélybe húzó vers elég rendesen. Szóval a másik, ami így bennem volt, hogy így közben olvasgattam, és biztos, hogy éppen ezért nehéz is lehet egy ilyen verset jól elmondani, hogy ugye azért rendesen szét vannak törve maguk a vers sorok is, ahogy így egy ilyen görcsös kapaszkodás, vagy kapkodás, vagy nem tudom, levegő utáni kapkodás, tátogás jelenik meg nekem ebben a versben. Nem biztos, hogy ilyen mértékben követtem volna ezt a fajta töredezettséget, mint ahogy itt a vers sorokban ez, a mondatok szét vannak, vagy akár a szavak is szét vannak törve. De nagy dolog volt, hogy ezt így választottad, meg így ide hoztad közénk. Én lehet, hogy ezekre figyelnék, így, hogyha ezt a verset próbálnám előadni. Minden esetre valóban nagy kihívás Szabó T. Annát választani, bármennyire is itt van velünk, hiszen Fehérvárra is sokat jár egyébként. Amúgy pedig ő mondta, hogy ha madarat szeretsz, égbolt legyél nekalitka. Úgyhogy hajrá! A Lajos szavaihoz csatlakoznék. Szabó T. Anna Erdélyből ide származott családnak a gyermeke. Az édesapja híres biológus volt, és hát nyilvánvaló, hogy az a kiszakadás egy közegből, és aztán itt megtalálni a helyüket, azért nyilvánvaló, hogy nagyon sok fájdalommal jár, és nagyon sok kérdéssel, ami ebben a versben benne is van, nem volt könnyű feladat, én szerintem szépen megoldotta. Érződik rajtad, hogy nagyon komoly lány vagy, és hogy ez a depresszív hangulatú vers is illik hozzád, bármennyire is fiatal vagy, és bármennyire is esetleg csodálkozunk rajta, hogy tudod ezt ilyen mélyen átadni, fiatalon, szépen, és remélem boldog emberként. Ez
amögött, az ember mögött ott lehet, aki ahogy a Mécs László versben meg hallottuk, hogy valaki engem végtelen szeret. Ha ez nincs mögötte valakinek, akkor érezhet így. És te ezt nagyon szépen átadtad, ezt az életérzést. És hát sajnos ez a töredezettség is benne kell, hogy legyen ebben a versben, bármennyire is nehéz ezt így, de jól érezted, hogy ez az út ehhez a vershez. És úgy gondolom, hogy mély lelki érzésekről tettél tanúságot. Jó versmondó vagy. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük. A versünnep színpadára szólítom Bujna Mátét, a Teleki Blanka gimnáziumból érkezett hozzánk. Karinti Frigyes, előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájon és fülön, minnyájatoknak egyenként, külön. A titkot, ami úgy is egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy, meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s a fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett, hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság. De minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok. És tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, és nem egy világ, se éjszakfény, se aloé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet, emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lenn a porban, nem tudok beszélni, a csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lenn a porban, rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel, a magosba, egy szószéket, a sok közül kibérlek, engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, de úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, álván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.
Köszönjük szépen. Kérem a zsűrit értékelésre. Én úgy éreztem, Máté, hogy még nincs meg az a titok, amit el akarsz nagyon mondani. Ez még szerintem majd érlelődik benned. Attól érezhettük egy kicsit iskolásnak a versmondást, a szenvedély, az életismeret, a rengeteg tapasztalat, az még kell, hogy megérlelődjön benned, hogy az a titok mindenáron ki akarjon belőled futni, szaladni, ordítani, mert ez a vers olyan, hogy csak olyan mondja el, akiben ez megvan már, és valószínű csak inkább divatból választottad, nem ezt a verset, vagy érezted, hogy van amit el akarsz vele harsogni? Nem én választottam. Nem, igen, ezt éreztük talán. Pedig mondanám, hogy szenvedély is van benned, mert egyetlen egy sor erejéig meg is csillogtattad. A hangod nagyon-nagyon szép hangszín, tehát nagyon alkalmas vagy versmondásra, szép a beszéded is, a kiejtésed is, tehát te tudnál jó, csak te válasz, kérlek, olvas verseket, nagyon sokat, és olyat válasz, amivel neked igazi mondani valód van. Akkor egész biztos, hogy teljesen más lesz a versmondás. Szerintem azért bólogatunk ennyien, mert teljesen egyetértünk Annával. És van egy nagyon különleges lényed, amitől annyira sajátosan is indítottad el ezt a verset, hogy tényleg én is arra biztatnálak téged, hogy te válasz, magadból fejezd ki a mondani valókat, és akkor össze fogsz találkozni a versekkel, mert most egy picit így ezáltal külön voltatok, de minden adott hozzá. Először vagy itt közöttünk, fiatal vagy, biztatunk, kérlek. Én nekem még egyetlen gondolatom, bár most nem látlak így, mint ahogy az előbb álltál a mikrofonnál, de azt látom, mintha egyenesebben állnál, mint az előbb, hogy ne a mikrofonnak mond a verset, mert picit így előre hajoltál, hogy a mikrofonban mond a verset, hanem hogy próbálj nekünk mondani a verset. És én ugyanazt ismétlem, mert azt írtam magamnak fontosként, hogy nagyon jó hangod van a versmondáshoz. Szerintem gyere még továbbra is versenyezzél. Nagyon jó helyed van itt. Bocsánat, én azt szeretném megkérdezni, hogy a verszibárdokot te választottad? Azt igen. Na, akkor most én mondanék csak egy érdekességet, amikor én erre a pályára készültem, Mensáros László tanított, és ha jól emlékszem, majdnem egy fél évig csak a verszibárdokot mondatta velünk a legkülönbözőbb instrukciókkal. Én nem tudtam elképzelni, hogy már hányféleképpen lehet elmondani, és mi mindent lehet vele közölni. Úgyhogy ez megint csak azt támasztja, hogy a szívedre hallgass, és a szerint készülj fel majd legközelebb. Köszönjük. Köszönjük szépen! Következő versenyzőnk Farkas Ágnes, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, 12. osztályos tanuló. Rakovszky Zsuzsa, a 7. év. Ez a zilált, zavaros szemű nő ugyanaz lenne tényleg, mint az, aki a képen nevető arcával az enyémhez simul? Mi teszi ezt? Csak az idő? Én már semmit sem értek. Én megmondtam neki, engem nem érdekel anyádék, hogyan éltek. Hogy mi hogy élünk, azt mi döntjük el. Mindennel egyetértett. Most napokig némán járkál lefel, mint egy sebzett kísértet. Mintha egy áldáz idegen erő, valami ismeretlen holtak lelke rikoltozna elő a szánkon, nem mi ketten. Sótlan a leves, mondom. Mire ő, hogy én sosem szerettem. Most mondd. Ha már csak egymást öli két ember, nem jobb, ha válik? Mint valami vétlen perc örökét hurcolni, mint halálig. Mikor a végső perc mécseseként csak egy gyűlölt arc világlik. Csak érteném, csak tudnám legalább, hogy kezdődött. Mi hozta létre?
A társadalom? A család? Isten? Hogy megpofoztak 4 évesen? Ezt a fekete láncreakciót. A rosszat. Olyan mindegy, ugyan. A lavinát elindíthatja bármi. Görögjön életek sorain át. Hogy képzeltem? Talán mi? Csúszik velünk is lejjebb a világ. Ki bír útjába állni? Köszönjük, kérjük a zsűri értékelését. Hát egy rövid gondolat, Zámai lány lévén Csanádi Imre és Csóri Sándor településéről, falujából, ciszteresként, fehérhollósként, Ferenci Noémi tanítványként. Ez egy igazi kortárs választás. Szabó Tinnáról beszéltünk, az mint Rakovszki Zsuzsa se ebben a vonulatban tartozik, sőt, Tóth Krisztina nem különben a következő. Hát itt ugye azt kérdezett, hogy a tavalyi válogató óta sikerült-e fejlődni mindenképpen. Ugyanakkor én a versválasztásról kérdezlek. Ez a 7. év, mi férfiak és mi nők, hála Istennek, mi tudjuk, hogy miről beszél Rakovszki Zsuzsa. Nem tudom, hogy megéltük vagy sem, ez nem is ide tartozik. Miért ezt a verset választottátok? Most az egyszer ezt megkérdezem én is. Kíváncsi vagyok. Hát a tanárnő nagyon sokat segített a vers választásban, és valamilyen szinten aktuális ez a vers most nekem. Én éreztem, igen, a személyességet, csak nem tudtam, nem akartam feltételezni. Inkább azt gondoltam, hogy az előadhatósága, vagy a drámaisága miatt, a jól előadhatósága miatt választottad, de hát nem jó érzés azt tudni, hogy ennyire személyessé sikeredett. Igen, sokat fejlődtél tavaly óta minden kifejező eszközödben, úgyhogy ez az egy év nem telt el nyomtalanul. Azt sajnálom, hogy a lelkedben sem, de igen, ez ennyire keserű és ennyire nehéz, és csak abban bízhatunk, hogy 7 évenként tényleg kicserélődnek a sejtjeink, és akkor valamivel majd jobb lesz a következő 7 év. Nagyon-nagyon keserű, és ezt a nagy, hatalmas keserűséget te nagyon szépen átadtad. Azt hiszem, az eddigiek alapján nehéz helyzetben lesz ezúttal is a zsűri, hiszen a 22 versenyző közül kell majd 12 fiatalt kiválasztani, aki tovább jut a férvári versünnep döntőjébe. Még 10 lépnek ma fel a versünnep színpadára. Színpadra szólítom Király István Gábort, a Teleki Blanka gimnáziumból érkezett hozzánk 10. osztályos diák. És Petőfi Sándor versével készült. A hazáról. Petőfi Sándor verse. Lement a nap, de csillagok nem jöttenek. Sötét az ég. Közel s távolban semmi fény nincs, csak mécsvilágom, s honszerelme még. Szép csillag a honszeretet, gyönyörűségesen ragyog. Szegény hazám, te neked kevés van ilyen csillagod. Mécsemnek lángja, mind lobog. Mitől lobog? Mi lengeti? Éjfélt ütött. Ti lengtek itten Mécsem körül, ti népemnek ősei. Mintha nap volna mindenik. Oly tündöklők-e szellemek, tündöklők, mert hisz a dicsőség sugármezébe öltözködtenek. Ne nézz ősidre, ó magyar, ki most sötétségbe vagy itt. Ne nézz ősidre, e napokra, szemei gyöngék, a napfény megvakít. Hazám dicső nagy ősei, ti földet rázó viharok,
ti egykoron a porba omlott Európa homlokán tomboltatok. Ó, nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma, birtoka. Magyar tenger vizébe hunyt el észak, kelet s dél hulló csillaga. De rég volt, midőn magyar fejekre termett a babér. A képzelet sebes szárnyú sas, mégis elfárad, mire odaér. Oly rég volt, midőn elhervadt a babér a magyaroknak homlokán. Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy nagyságot híre csak mese talán. Már rég nem sírtam, s íme, most pilláimon egy könny rengedez. Magyar nép, vajon hajnalodnak, vagy alkonyodnak harmad cseppje ez? Magyar dicsőség mi valál? Hulló csillag, mely tündökölt, aztán lehullott a magasból, s mindörökre elnyeli a föld. Vagy üstökös vagy, ó magyar dicsőség, mely jött, s távozék, hogy századok múltával újra lássák fényét a népek, s rettegjék. Köszönjük, várjuk a zsűri véleményét, értékelését. A szünetben egy nem túl vidám beszélgetést folytattam, és a gondolataim még ott jártak, amikor bejöttem, és annyira jó érzéssel töltött el az az energia, hogy te engem beszippantottál itt a kezdésnél. Figyeltem, ahogy már vetted volna a levegőt, hogy elkezded, de nem volt elég csend a teremben, és egy picit kivártál. És úgy kezdted el, és végig fenntartottad a figyelmemet a vers alatt, és ezért kérlek, hogy a végét olyan hirtelen fejezted be számomra, hogy aki így tudja tartani, akkor azt, tehát hogy nagyon fontos, aki így kezdi, így is fejez be, tehát hogy legyen befejezés a versnek. Csodálatosan beszélsz, elvarázsoló a lényed. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy nagyon szépen, szuggesztíven beszélsz. És én nem vagyok nagy versismerő, de Petőfitől én még ezt a verset nem hallottam, és szerintem nem is nagyon szokták elővenni, bár ti azért jobban tudjátok ezt, akik előadó művészettel foglalkoztok, hogy mennyire ismert, hogy mennyire használt ez a vers. És olyan fura volt hallani. Korábban beszéltünk még így a többi előadóval kapcsolatban, hogy érett férfi verse, de hogy ez egy ilyen nagyon szépen elgondolkodtató vers előadás volt, és ezt köszönöm neked. Köszönöm. Legfeljebb annyit István jó tanácsként, hogy Petőfi nyílt költő. Tehát őt nem érdemes, nem tudom, Zoltán egyet értesz-e vele, mint gyakorló versmondó te is, vagy Noémi, hogy nyílt, tehát hogy nem lacafacázik. Nem kell szerintem visszafolytott hanggal mondani ilyen nyílt verset. Mindent felvállal, jót is, rosszat is, és ezt kifejezés módban is nyugodtan használhatod. Nem kell ennyire befele fordulva mondani. Én elmondatnám veled úgy is, de majd hát, ha döntőbe, akkor halljuk úgy is. Jó? Tehát így egy az egyben. Tehát nincs burkolt igazság, féligazság, bizonytalanság. Egy az egyben elmondja a gondolatait, és ezt egy az egyben át is lehet adni. Szerintem. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy Anna segített nekem megfejteni egy kérdést, vagy válaszolni egy kérdésre. Azt írott, hogy a természetességnél szerintem nincs szebb. Na most, akinek ilyen szép hangja van, és különösen ilyen szépen beszél, ügyelni kell arra, hogy minden ezen a szép hangon szólaljon meg, mert különösen az elején nekem egy kicsit zavart volt. A következő versmondó a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium 12. osztályos diákja. A versünnep színpadára szólítom Vörös Virágot. La
Lackfi János, a hajlékészítés zsoltára. Uram, mi a te híveid roppant rendes gyerekek vagyunk ám. Lehozunk téged az égből, bebugyolálunk öblítő illatú ruhácskákba. Megédesítjük a papit is, amivel megetetünk, nehogy elcsapd a kis haskódat. Csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak. Ott majd minden habos márvány lesz, meg csipecsupa aranyozás. Meg ájtatos tekintetű szentecskékkel pakolásszuk tele a főhajót. Legyen mivel játszanod, ha unod magad. Zenélünk is neked, pihepuha zenéket, minden esetre semmi olyasmit, amire amúgy szívesen rángatózunk örjöngve a fesztiválokon. Maradj csak meg, Uram, a te kis álomvilágodban. Csíja, csícsíja, majd mi elringatunk, suttogva motyogunk neked szép szavakat, és engedelmesen ráfeleljük a zsoltár válaszokat. Egyszerre vetünk keresztet, mint a kis katonák, és dehogy szólunk vissza pimasz hangsúllyal, mint szeretteinknek otthon, négy fal között. Dehogy hántorgatjuk fel a sérelmeinket. Dehogy kelünk ki magunkból fröcsögve, hogy lepofozlak, te büdös kölyök, vagy hogy fogja be a száját, anyuka, mielőtt rálépek, vagy hogy inkább főzni tanulnál meg, te utolsó nem. Uram, a te házadban minden olyan szelíden megy és olajozottan. Még a rózsikát is csak halkan mószeroljuk, amiért már megint rosszul vasalta ki az oltárterítőt, és nem oda tette a virágot, ahová illik. Nem azért mondom, atyám, de tudnék magának mesélni erről az ájtatos asszony szeméről olyan cifra dolgokat, hogy esküszöm, a füle is ketté állna. És miután rózsaszín babaszobádat ilyen szépen berendeztük, Uram, nehogy találkoznod kelljen a valósággal, te fogod magad, és össze-vissza csavarogsz a világban. Nem maradsz meg a jó kis kereteid között, én ezt nem is értem, Uram. Hát mindent megadtunk neked. Öntettünk harangot, hogy az órát se kelljen nézned. Építettünk orgonát, hadd búgjon érzelmesen a füledbe. Te meg szabadon kószálsz olyan utcákon, ahol még az átlagembernek is veszélyesed egyedül járnia. Nemhogy neked, akit eddig pátyolgattunk, mindent alá tettünk, s tessék, így hálálod meg nekünk. Szóba elegyedsz a pénzváltókkal, az illegálisokkal, a vágott arcúakkal, és össze-vissza ölelgeted őket. Még félreértik, Uram, te nem tudod, micsoda rettenetes félreértések vannak a világon. Ha már valakit ölelgetned muszáj, hát babusgass minket. Eleget fáradtunk érte. Megérdemeljük. És ezt most mindenféle beképzeltség nélkül mondom. Uram, te odaheveredsz az utcalányok mellé, és törölgeted a moszatos könnyeiket, pedig valaki benézhet az utcáról, és mit lát? Isten a bordéban. Ez rettenetes szalagcím. Ennek nem tehetsz ki minket. Vajon gondoltál erre, hogy honnan jössz, hová tartozol? Hozzánk tartozol. Tartozol nekünk. Erre azoknak a szemérmetlen szerencsétleneknek a vállát simítod, mintha koszos porontjaid lennének, és a csuda egye meg még csak nem is azon járatod az eszed, amin mi járatnánk hasonló helyzetben. Csupa szívjóság vagy, meg részvét, hát meddig mész még el, azt mondd meg, Uram, meddig, mert mi kezdünk torkig lenni a te végtelen jóságoddal. Csak egy kicsit lennél esendőbb. Csak egy kicsit gondolnál a látszatra, meg az illendőségre, de nem. Fütyülsz az egész renomédre, amit olyan kínkeservesen építgettünk évezredeken át kártyalapokból. És odadőlsz az utcapadra, a koszba, a hajléktalan mellé, és eszünkbe juttatod, hogy nálunk pince, padlás, teli van cuccokkal. Ő meg két szatyorban hordja az életét. Hogy mi tonna számra gyártjuk a szemetet, és idegesek vagyunk, ha nem viszik el azonnal a szép kis házunk elől. Ő meg a mi szemetünkből él. Megpróbál eltakarítani utánunk. Lám, mekkora mocskot hagyunk a föld nevű táncteremben. Mennyi maradékot haigálunk ki fene nagy jó módunkban. Uram, te nem törődsz a kosszal, a fertőzés veszéllyel, az élősködőkkel. Átmásznak rád esetleg, persze tudom, őket is te teremtetted valahogy, akartam is már kérdezni, ugyan minek, mi remekül ellennénk bacilusok, poloskák, tetvek, bolhák, egyebek nélkül, fene az ízlésedet, szerintem a hajléktalanok is jól ellennének ezek nélkül, de hát te tudod, te vagy a főnök, bár ezt elég nehezen nyeljük le mi, a te híveid. Akik hívek vagyunk ugyan hozzád, de azért mindennek van határa.
Oda dőlsz a mellé az árva fickó mellé, és mindenféléket duruzsolsz a fülébe. Szédíted, hitegeted, mennyei királysággal kábítod. Ezerszer újra pörgeted vele vesztességeit, és megsiratod mindet. Házat, hazát, asszonyt, állást, megbecsülést, mi mindent lehet elveszíteni, te jó ég. Mi mindent lehet megszerezni, te jó ég. Közben igazából csak szétpergő homok maradt kezünkben, és úgy vágyjuk közeledet, uram, te pedig megcsalsz minket. Ott heverészel, uri kedvedben, a hidegben, azzal az emberrel ott a padon, és bennünk nincs elég bátorság, hogy oda heveredjünk mellé. Hogy oda heveredjünk melléd. Köszönjük, kérem, hogy a zsűri értékelje a versmondást. Lackfi János nagyon sokan szeretik. Én eddig nem olyan ismertem a verseit, és ezt a verset sem tudom hova tenni, és nem is biztos, hogy versként kell kezelni, hanem egy nagyon jó kis imaként, és így próbáltam keresni azt, hogy így hogyan szólalhat ez meg. És végül az volt bennem, hogy talán nagyjából pontosan így szólalna meg egy imádság, mert hogy ez az ima lényege. Ha már itt többen mondtátok, hogy akkor most ilyen-olyan formában megjelentek, ugye most így a katolikus papkalapommal, ugye sokszor beszélgetünk arról, hogy az ima az olyan, hogy beszélgetés Istennel, mégis nagyon sokan úgy tekintenek rá, hogy fölmondunk szövegeket, amiket szépen megtanultunk. De hogy az ima lényege az valami ilyesmi, hogy merem mondani az Istennek azt, ami bennem van. És én azt éltem meg, ahogy te itt elmondtad Lackfi János gondolatait, nem tudom, hogy hívő vagy-e vagy sem, akkor igen, hogy ezt te így el tudtad imádkozni, és el tudtad így mondani az Istennek. És hogyha te így tudsz imádkozni egyébként, akkor ez nagyon jó. Hogy ilyen őszintén. Köszönöm. Nem beszéltük meg Gáborral, de az elmúlt esztendőben, ugye az ünnepi könyvhéten, vagy könyvnapokon itt volt Lackfi János, és pontosan ezt mondta. Egyébként abban az esztendőben kapta Vajda János díjat Bobori Zoli, de ez mellékszál. Egyébként ennek a versnek nagyon komoly története van, hiszen 2017-ben szavalta el ezt maga Lackfi János, méghozzá a Szent József templom előtt, Pesten, ahol Erdő Péter avatta fel, Timothy Schmalz, remek szobrászművész, Hajléktalan Jézus című szobrát, és Jánosnak ez az egyik kedvenc verse, erről beszélgettünk, mondom, tavaly. És ő is azt mondta, amit most Gábor. Úgyhogy én köszönöm szépen, csak ennyi. Bocsánat, én csak annyival szeretném kiegészíteni az imádot, hogy nagyon fontos ám, hogy minden egyes gondolatodat tisztán értsem. Nekem egy picit rohantál, időnként összemostál gondolatokat, és az imádságban is ugye nem mindegy, hogy mi adatik meg nekünk, amit kérünk, de ha nem hallják pontosan, hogy mit kérünk, akkor nehéz megadni. Köszönöm szépen. Én nagyon örülök annak, hogy a zsűri tanácsát most már a fiatalok kezdik talán megfogadni, és egyre több a kortárs költőnek a verse, itt is, így, ahogy Lackfi János vagy Tóth Krisztina, és hát sorolhatnám a többieket is ma. Mindazzal együtt, ami valóban említendő és tanácsként elmondható, én egy teljesen egész fiatalos versmondást és fiatalos imát hallottam, élveztem, valóban igaza van a művésznek, hogy volt néhány kifogásolni való, de az élményben ez számomra nem sokat rontott. Fiatal ember mondta el egy fiatalok által nagyon kedvelt költőnek a versét, örültem, hogy hallottam. Köszönjük szépen! Már is érkezik a félvári versünep színpadára a következő fiatal, Herpi Miklós Géza, a Ciszterci Szent István Gimnázium 9. osztályos diákja, Petőfi verssel készült. Petőfi Sándor, ivás közben. Hányadik már a pohár?
Ötödik. Terept úgyse. Pöcsülettel működik. Máskor meg felelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a termomülei szorulat. Led Dionis a bor, mely lecsepege, gondolataim szex, rex, szerxesz serege. Sehogy sem tudom kifejezni magamat. Azt hiszitek, talán a bor miatt? Ne higgyétek, édesatyám fiai, nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor hogy miképp is ártana? Hiába voltam volna katona? Úgy biz, aki fölmarkolt a katona, mégpedig bakancsos voltam valaha. Zöld hajtókás, sárga pitykés közlegény. Egész közlegénységi felvivém. Jó bakancsom, hogy hamar lerúghatám, még idővel degradáltak volna tán. Tyű, látjátok, na ott az könnyen megesik, mert a katonai pálya fenesik. Legkivált kép az olyan félinek, mint én magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok, én Szent Dávid hárfájára se hallgatok. Az orromnál fogva engem senki nem cibál. Azt cselekszem, ami tetszik. Tudja Pál, mit kaszál. Ej, de én itt egyre másra, mint malom, csak darálok, darálok, szomjazom. Adjatok bort, a malom jól nem megyen, ha nincs nedv, mi hajtsa bőviben. Hadd igyam hát, hagyj forogjon kerekem, meg sem állok, csak a kancsó feneken. Bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha mondanám, egy mérföldig tartana. Hol is hagytam? Tudja, gólya, úgy igaz? A malom volt az utolsó. Vagy nem az? Én biz, ha présgépbe csavarítanak, sem tudom. Annyi szent, a szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környékez. Elég is ma a tivornya. Ágyba állt, álmodozzunk folytatást. Jó éjtakát! Köszönjük ezt a jó hangulatú verset, várjuk a zsűri értékelését. Kimondottan üdítő színfolt vagy a mai napon. Meg sem merem kérdezni, hogy miért a versválasztás. Remélem nincsen indítatásod a sok átélt élmény miatt. Nagyon szépen köszönjük. Szerintem tökéletesen passzolt hozzád ez a vers, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy átjön benne, hogy milyen humorérzéked van, és hogy ezt milyen finoman fejezted ki felénk. Köszönjük szépen. Köszönöm. Bájos volt az egész, és ugye, hogy milyen egyértelmű költő Petőfi. És nagyon jó, tényleg nagyon jó a humorod, az egyéniséget ez nagyon passzol, kitűnő versválasztás, és kicsit, ha megfogadod, picit emelném a hangulatát odáig, amíg mindent elfelejtem. Tehát hogy ebben még van egy kis lehetőség, hogy emeld nyugodtan, itt lehet teli hangot használni, ezt sem kell visszafolytani. Emeld egészen addig, amíg teljesen elmegy a kép, és akkor még helyesebb lesz, de így is elragadó volt. Helyes. Köszönöm szépen én is. Annál is inkább, mert szinte bizonyos vagyok benne, hogy fogalmat sincs, hogy miről beszéltél. Viszont azért hozzáteszem, hogy erről a versről nekem van fogalmam, mármint abban az értelemben is, hogy Latinovics Zoltán írta a Kötszurkálóban, hogy amikori volt már, pedig azért valljuk meg, hogy előfordult ez, akkor ez volt számára a menedék, ezt így szó szerint. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen, visszaengedünk a többiekhez. Köszönjük.
következő versmondónk a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium 10. osztályos diákja Kocsis Fannit köszönhetjük itt a versünnep színpadán. Reményik Sándor, napocska. Istent, Jézust nem sokat emlegetted, ha imádkoztál is, titokba tetted. A holtól féltél, megzavarta álmod, hidegen hagytak hűs csillagvilágok. Az égen csak a napocskát szeretted, nem a napot vad izzó nyári hévvel, csak a napocskát ibolya levéllel, csak a napocskát őszi sugárzással, szobán át támolygó téli verőfénnyel. Anyám, fehér fürtös, napfény szomjas virág. Úgy fordultál te is a nap felé, mint sok-sok kedvenc pelargóniád. Lelkedben elzengetlenül buzogtak, s számlálatlanul szennap himnuszok. Én most a téli nap elégiával áldott, eltűnt kezedre borulok. A reggeliző asztalunkon most is úgy bujdosik a tűnő téli fény, az abrosz ráncaiba úgy fogódzik, úgy csillan meg a csészék peremén, mint akkor. Ó, hogy a tompa tárgyak megmaradnak, a repett pohár, csorba csésze is visszaverői örök sugaraknak. Csak te mentél el, fecske érkezéssel, alig kisarjat ibolya levéllel. De az akkor sokkal azelőtt volt. A reggeli asztalnál ketten ültünk, talán már februári reggelen, és jött a napfény, az áldott napocska, csillant abroszon, csészén, üvegen. Te szóltál szokatlanul komolyan. A túlvilág? Nem, azt nem hihetem, nem úgy. De olvastam egy álmodó tudós elméletét, az úgy tetszik nekem. Azt mondja, hogy a szeretet erő, ha kihűl, visszasugárzik a napba, és szeretteink lelke érkezik sugárhajón minden nap reggeliző asztalunkra. Látod, ez így nagyon tetszik nekem. Elhallgattunk azután mind a ketten. A reggeliző asztalunkon most is úgy bujdosik a tűnő téli fény, az abrosz ráncaiba úgy fogódzik, úgy csillan meg a csészék peremén, mint akkor. Ó, anyám, hogyha igazad lett volna, ha te volnál a bújdosó napocska, az abrosz ráncaiba te fogódznál, te csillannál meg a csészék peremén, kikötött sugárhajó, drága fény, s a tompa tárgyak, akik megmaradtak, a repett pohár, csorba csésze is, tükre lennének örök sugaradnak. Köszönjük szépen, kérem a zsűrit értékelje a versmondást. Nagyon szépen fölépített versmondás volt. Meg volt az íve, kellett is, hogy a vége ilyen szép befejezés legyen. A kezdetekhez viszonyítva. Kedves Fanni, nem tudom, hogy kinek köszönhető a versválasztás. Saját maga választotta, vagy segítsége? Saját maga. Jó választás volt. Jó választás volt, és hitelesen is szólalt meg. Köszönöm szépen. Magam is azt gondolom, és itt megint csak Németh Lászlót kéne idéznem, aki azt mondta, hogy van nagyobb költője Erdélynek, mint ő, mármint Reményik Sándor, de ő az erdélyi költő. És nagyon fontos, hogy egy ilyen város verset választottál tőle. Egyrészt ritkán hangzik el, másrészt pedig azzal, ahogy megközelítetted, azt hiszem, hogy ha nem is tökéletes, de nagy élményt adtál nekünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő versenyzőnk Gyarmati Bálint Barna, a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett hozzánk, József Attila verssel készült. József Attila, gyermekké tettél. Gyermekké tettél,
hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, rám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd, éhezem, takarj be, fázom. Ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon, mondd, távozzon tőlem a félelem. Rám néztél, és én mindent elejtettem. Meghallgattál, s elakadt szavam. Tedd, hogy ne egyek ki, kérlelhetetlen. Tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet. Alattam kő, s üresség fölöttem. Ó, hogy alhatnék, nálad zörgetek. Sok ember él ki érzéketlen, mint én, kinek szemébe mégis könnyered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Köszönjük, várjuk a zsűri véleményét. Bálint, úgy érzem, hogy ebben a versben én azt írtam föl magamnak, hogy több kín, több hiány, több szenvedés van. Volt olyan része, amit nagyon hitelesnek éreztem, de az elejében biztos, hogy az egy megszenvedettebb költői hang szólal meg, és ezzel még egy picit adós maradtál. De nagyon jó a kiállásod, nagyon öntudatosan jöttél verset mondani, és ez nekem nagyon tetszik. Egy kicsit jobban add magad át a költő érzelmeinek, csak ennyi a kívánság. Köszönöm. Írtad azt magadról, hogy mióta eszemet tudom, imádtam a színházat és a néptáncot, mindkettőt már évek óta űzöm és óriási szeretet. Ez azt jelenti, hogy egyébként szerepel színdarabokban? Igen, igen. Aha. Aha, jó. Már csak hogy az érződött azon, hogy ki tudsz állni, és hogy el tudod mondani a verset. Én is csak ennyit hiányoltam belőle, hogy nagyon jól elmondtad a verset, de hogy valahol te hiányoztál nekem belőle. Jó, köszönöm. Én köszönöm. Köszönjük szépen, visszaengedünk a többiekhez. Következő versmondónk Roa Zamora Doroti, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 11. osztályos diákja. Kassák Lajos, a költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos. De sokan neheztelnek rád. Vicsorítják fogaikat és fenik késüket. Miért mondod, kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes volna mélyen kalapot emelni? Együgyüképpel hallomni jobbra-balra hála és köszönet nevében. Hely, majd megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázva az anyagot és formát. Mindenki megvetérte a maga kis értelmével, s hiszi, jogosan veti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit már annyiszor feltártak előtted. Menj, mondják. Nem állhatjuk szúrós tekinteted. Kusza és darabos verseid kellenek az ördögnek. Ne sebezd meg minket, akik már egyébként is vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok. Az atya egyetlen fia. Kényelmes, és folyton rohanó.
rokonok, és engedékeny egyszerre. Dolog kerül a munkások közt. Törvénybontó a költők előtt, akiknek egyébként is elég nehezen viselem el irigységét, és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra. Öreg vagy már te is. Méheit feleszik saját mézüket. És ezért olyan haragos a tekinteted, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő, amikor majd leültek az asztalomhoz mézet kanalazni, és bámulni a rajokat, amelyek az én dalaimat dalolják a virágzó réteg felett, és tükröződve a csobogó patakok ezüstjében. Köszönjük szépen! Ne menj el, gyere vissza, légy szíves! Nekem az összes hiba ellenére nagyon-nagyon tetszett az, hogy van egy sajátos stílusod, egy külön világod, és én a tiédnek éreztem ezt a verset. Mondom, most számítsuk le a hibákat. Ettől függetlenül, hogy még szebb és még jobb lehessen, én szeretném pár apróságra felhívni a figyelmedet, hogyha lehet. Túlságosan zárt szájjal beszélsz néha. Minden egyes szót meg kell fogalmazni, ki kell, hogy mondjad, még akkor is, hogyha ezt egy ilyen lezser, kicsit olyan flegma, cinikus hangsúlyjal szeretnéd mondani, attól még a szavakat kell, hogy halljam minden egyes betűjével együtt. Ez nagyon fontos, ez most csak ilyen kis apró részletek, illetve abszolút éreztem azt, hogy te mit gondoltál így a párbeszédnek, ennek ellenére sokszor nézel lefelé. Szeretném látni a tekintetedet, gyönyörű a szemed, élsz, fantasztikus lény vagy. Ezt sugározd ki magadból, és higgyél jobban magadba, mert abban a pillanatban, hogy elhiszed, hogy te ezt tudod, akkor ez neked így fog jönni. Jó? Köszönöm. Köszi. Még egyetlen gondolat. A legelsőt, amit magadról írt, hogy életvidám lány vagyok. Olyan szívesen hallgatnék tőled egy életvidámabb verset, ami úgy igazán ki, de az, amilyen most vagy, tehát egy ilyen verset, ahogy így életvidáman előhozol, hogy valami kis vicces, vidám, nem tudom milyen lehetsz a hétköznapok, de azt feltételezem, hogy inkább olyan vagy, mint amit most így ebben a nagy költői rágódásban idehoztál közénk. Szóval, hogy hozz ilyen verset is, és sugározd ide közénk. Jó? Köszönöm. Köszönöm. Én is hozzátennék még valamit, mert fontos, hogy tudjad, hogy van egy nagyon jó, olyan jól elkezdted ezt a verset, van egy nagyon, nagyon gúnyos hangod, annyira, hogy az előző 14 versmondónál nem volt össze együttvéve ilyen gúnyos hang, és ezt te nagyon jól tudod, úgyhogy a versválasztásoknál ezt komolyan vett figyelembe. És hát nagy tapasztalás az nyilván, hogy erősen kell tudni. Ez egy nagyon frissen megtanult vers szerintem, vagy nagyon felületesen csak, mert pontatlan is volt, és nagyon kell vigyázni a pontosságra is. Tehát, hogy nagyon mélyen fel kell készülni ahhoz, hogy úgy ki lehessen állni egy verssel. Sok munka kell hozzá, de sok jó adottságod van, és vedd komolyan, hogyha ezzel akarsz foglalkozni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következik Baksa Ervin István, a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium és szakközépiskola tanulója. Szabó Lőrinc verssel készült. Szabó Lőrinc, hazám, keresztény Európa. Útállom és arcába vágom. 100 év, de már 2000 óta. Őrült, mocskos, aljas világ ez. Ez a farizeus Európa. Kenyér sok helyett a szegény csitítja karddal, üres éggel és cinkos lelki ismeretét avatag és modern mesékkel. 100 év, de már 2000 óta. Hány szent vágy halt meg gaz szívében? Hazám, keresztény Európa.
Mi lesz, ha bukására döbben? Mi lesz, ha újra földre száll a megcsúfolt és megfeszített, s mert jósága, hite, imája egyszer már mindent elveszített? Mi lesz, ha megő pokuli lángszórókkal, gépfegyverekkel, vassisakos pestishozó, bosszúálló angyalsereggel? Mi lesz, ha megő Krisztus és új országot teremt a földön? Ha elhullanak a banditák, s nem lesz több harc, se kard, se börtön? Ha égi szerelmét a földi szükséghez szabja, ama bárány, s újra megvált? Ó, nem a jók, de a gonoszok vére árán. Hazám, boldogtalan Európa. Ha túléled a harcok végét, elbírod-e még te az Istent, a szeretetet és a békét? Köszönjük. Hát, Ervin, hazudik mindenki, aki ennél aktuálisabb verset ma tudna választani, akár egy versmondó versenyre is. Elképesztő vers. Picit sajnálom, hogy elkiabáltad. Ez ennél sokkal szuggesztívebb vers, és keserűbb, és fájóbb. Ma itt, 2020-ban, ha még neki fogsz, én úgy mondanám el az elejét is, ahogy a végét mondtad. Azzal a kemény, tapasztalásos, céltudatos hangsúllyal, ahogy az utolsó pár verszakot mondtad. Hidd el, megéri, mert mindannyiunknak tükröt tart ez a csodálatosan szép vers. Rendben, köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy egy fiatal ember ilyen átéléssel és igazán szép érzésekkel teli verset tud mondani és választani. Ma igaza van a művésznőnek, hogy alig lehet ennél aktuálisabb verset ma találni és elmondani. Én azt hiszem, hogy az indulata is abból ered, hogy valóban átérzi azt a problémát, amiben mi ma élünk, és amiről Szabó Lőrinc beszélt ebben a versben. Gondolom, hogy ezért van ez a nagy indulat, amit vissza kell azért egy kicsit fogni, és racionálisabbá tenni a verset. Rendben, köszönöm. Köszönjük szépen. Következő fellépőnk a Ciszterci Szent István Gimnáziumból érkezett 11. osztályos, fogadják szeretettel Lendvai Eszter, aki Reményik Sándor versét hozta. Reményik Sándor, legyen még valami. Oly édes, gazdag volt a nap, mint a málnas, a méz. S bár réges-régen nyugta jött, a nyughatatlan kis csapat pihenni mégse kész. Állunk az erdészház előtt, kicsit tanácstalan. Le kellene feküdni már, csak ez mi hátra van. Csak ez. De szívünk szorul. Miért ment le ez a nap? Mikor jön vissza ez a nyár? Oszlik az így összeszokott kicsiny testvéri csapat? Körös körül nő a homály, a fenyves feketül. Erőltetett a hangulat, a csend ránk nehezül. S ekkor hirtelen kiszakadt, hogy messze hallani egy lány szívéből a sikoltás. Legyen még valami! Tudom, nem így volt édes lányok, vagy mondjuk nem így épp. De engem már régóta ez kísérget, a kísértetibb kép. Nevettünk akkor jól esőn a furcsa mondaton, s hogy nem tudtunk betelni semmiképp a lélek mészelem a szép napon. De most, hogy feketül minden körös körül, s a csend lassan panasztalan szívemre nehezül, érzem, nincs hátra más, le kell feküdni már. Elemlámpás fénykört nem ír, nem száll János bogár. Szeretném, ha szívemből kiszakadna egy mondat, mit messze hallani.
irgalmas Isten, napnyugta után is legyen még valami. Köszönjük, következzen az értékelés a zsűritől. Reményik Sándornak élnie kell, mert Erdély nyugszik a melle boltján. Ezt Németh László mondta, és én hiszek neki. És most, ahogy elmondtad nekünk ezt a Reményik verset, neked is hiszek. Úgyhogy köszönöm szépen. Én pedig azt hiszem, atyával, Gábor atyával itt összesúgtunk, hogy jó néhány Reményik verset hallottunk ma, és sokat, és én azt hiszem, hogy ennek nagyon örülhetünk, hiszen az bizonyítja, hogy Reményik Sándor költészete abszolút aktuális, és hiteles, és jó, hogy felidézhetjük azokat a gondolatokat, amiket ő írt. Szép hangja van, szép hangszíne, és természetes az artikuláció, amin nyilván, hogy azért még javítani lehet. Csak egyetlen gondolatot jegyeznék meg, nekem nagyon fura volt az a sikoltás kétszer. Tehát, hogy ön szépen elringadtál a hangoddal, ahogy így az erdei naplementés hangulat volt, és akkor csak ez a sikoltás nekem nagyon erős kontraszt volt. Főleg a végén, amikor az Istenhez volt ez a fölsikoltás, nekem ott egy picit ez erős volt. Csak egy apró dolog, amit én így hozzátennék. Köszönöm. Köszönjük szépen. Következő versmondónk Csengei Márton, a Teleki Blanka Gimnázium 10. osztályos tanulója. Petőfi Sándor. Pacsirta szót hallok megint. Pacsirta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Dalolj, tavasznak hírmondója te! Dalolj, te kedves kismadár! Ó, Istenem, mi jól esik a harcizaj után e dal! Miként, ha Bérci hűs patakfüröszt égő sebet hullámival. Dalolj, dalolj, kedves madár! Eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszköz, katona. Egyszer s mint költő is vagyok. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett, és még tenni fog velem. Emlékezet s remény. Ez a két rózsafa ismét virít, s lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait. És álmodom. És álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerék, hogy megmutassa, hogy nem odafönn, de lent, a földön van az ég. Dalolj, pacsirta! Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem mi puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakad. Köszönjük szépen. Pacsirta szót hallottunk megint. Köszönöm. Kinek nem futkosott a hátán a hideg? Az tegye fel a kis kezét. Hát te voltál itten, Petőfi Sándor. Meg a szerelem, meg minden. Jó volt hallani, Marci. Köszönöm szépen. Nagyapád nagyon büszke lenne. Én meg azt mondom, hogy te voltál Petőfi Sándor, és te voltál Csengei Márton. És hát persze az jutott eszembe vége felé, hogy hát elég gyakran mondunk kritikát, ilyen-olyan kritikát a fiataljainkról,
Itt a versünnep minden esztendőben bebizonyítja nekünk, hogy milyen fantasztikus értékű fiataljaink vannak. Így tovább. Lányok, fiúk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Brunner Mátyás érkezik hozzánk, a Ciszterci Szent István gimnázium végzős diákja lesz tehát a mai nap záró fellépője. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni, nem soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erőszerzet vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt a legszebb koszorúja Európának, a Kárpátokéke, és miénk volt a legszebb kék szallag, az Adriának gyöngyös pártadísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, s egész világra árasztott derűt. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy Váradon egy ad énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem, soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy Erdély síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet. Ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany János ringa te a dajka. Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyás ringa te a bölcső. Bírnád feledni Kassa szent halottját, s lehet-e feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járok, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek, némán, csupán a szívveréseivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez. A munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Köszönjük szépen! Kérem, a zsűri értékelje a versmondást. Szép hangot van a versmondáshoz. De tudom, azt szokták mondani, hogy a devel utána törlök mindent, ami előtt van, tehát a hangot továbbra is szép ahhoz, hogy ezt a verset el tud mondani. Nekem a ezzel hanggal való játék hiányzott. Kicsit én szuggesziót vártam volna, picit lassabb szava, vagy mondatokat, kifejezéseket. Amikor meg elkezdtél erősödni, hogy az indulatot belehoztad, akkor meg nekem
picit sok volt, erős volt az, amit így idehoztál. Nekem ez egy számomra egy visszafojtottabb indulattal telép. Tehát ez a kettősség valahol, ez a vers. Úgyhogy én ezt érzem, de hogy ezt el tudnád ezt sokkal-sokkal jobban mondani, úgy érzem. Megvan benne a képesség, megvan rá a képessége, így látom legalábbis. Most egy kicsit ellent mondok, Gábor atya, mert nekem meg tetszett ez a szigorú kérlelhetetlenség, és hogy mertél szakítani ennek a versnek a hagyományos elmondásával, ami sokkal érzelmesebb ennél is sokkal. Tehát ez ilyen pragmatikus volt, és ennél fogva modernebb is. Tehát, hogy 100 év eltelt, és ma egy fiatal valahogy így gondolkodik szerintem erről a versről. Hajszálnyi hiányérzetem volt csak, amikor megemlíted a ikonikus neveket, az ahhoz való pici viszonyulást, azt egy csöppet hiányoltam, de én nekem tetszett ez a kérlelhetetlenség, ami így benned volt ebben az ünnepélyességben, ebben a hidegségben, ebben a mai inkább racionálisabb világból fogalmaztad meg a mondandódat. Én örülök, és nagyon sokat értél tavaly óta, úgy látom minden minőségedben, és nagyon örülök neki, hogy újra láthatlak. Én csatlakoznék, és nem értékelnék semmiképpen sem. Ugye most ebben élünk, ebben az esztendőben mindenképpen, és ugye tegnap este egy fantasztikus színházi élményben volt részem, hiszen Sáros István Trianon című dokumentum drámájának színpadi változatát láthattuk, a főpróbán ott voltunk, ahogy Závodszky Noémi és Keller János is. És most ez a vers pedig kapcsolódik ehhez, és én köszönöm a versválasztást. Igen, én ezzel akartam kezdeni, hogy köszönöm Noémi. Látom, ki van a színpadon, de én Ferenczi Noéminek szeretném megköszönni. Nem tudom, hogy együtt választottátok-e, vagy ő javasolta. Minden esetre köszönhetjük mind a kettőtöknek, hogy ezen a mai napon éppen egy ilyen verssel tudunk emlékezni Trianonra. És hozzájárulhatunk egy kicsit ahhoz a városnak, ahhoz a nagyon dicséretes teljesítményéhez, hogy Trianonról ennyi mindent tesz a város Trianon emlékezetéért, és ennyit beszélünk róla. Úgyhogy köszönöm Mátyás, és köszönjük Noémi. Köszönjük szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez volt a 11. Fehérvári versünnep elődöntője. Nincs könnyű helyzetben a zsűri, nem irigyeljük őket, hiszen nagyon nehéz feladatuk lesz, azt hiszem, hogy kiválasztják azt a 12 diákot, akit majd a döntőben viszont láthatunk. Itt vannak velünk az elődöntő résztvevői, 22-en voltak ma velünk, és ajándékoztak meg bennünket csodálatos élményekkel. Tapsoljuk meg őket! Felkérném Kubik Annát, a zsűri elnökét, hogy mondja el tapasztalatait és összegzését a mai napról. Kedves közönségünk, kedves versenyzők! A Tapsból hallhattátok, azt hiszem, hogy milyen volt ez a mai délelőtt, és ezt csak megerősíteni tudom, talán Laura versében a legnagyobb hatással ez a két sor volt rám is ma délelőtt, hogy valaki engem végtelenül szeret, mert köztetek lehettem, okosak vagytok, értelmesek, végtelenül büszkék vagyunk rátok, hogy a mai világban ilyen nehéz műfajjal próbálkoztok, kísérleteztek, amiben nagyon sok munkát kell beleölni. Ez egyáltalán nem szokványos, és nagyon nagy köszönet jár érte, ezt hallhattátok a
Tapsból, azt hiszem, minden más műfajjal ma könnyebben lehet boldogulni, mint a versmondással, de ti mégis erre adtátok a fejeteket, és ezt nem tudom eléggé megköszönni nektek. A verseny szempontjai mindig ugyanazok, a versválasztás, a tartalom és a forma értékelése a egyes elhangzott művekben. A versválasztással is azt hiszem maximálisan boldogok lehettünk mi nézők is, és a zsűritársaimmal együtt mi is, mert végre klasszikusok mellett élő klasszikusokkal is foglalkoztok, és ez csodálatos dolog. Bellának különösen örültem itt Fehérváron, nem lehet verseny Bella István nélkül, de ugyanígy nagyon örültem a Sok reményik versnek. Egyik szebb volt, mint a másik, úgyhogy biztatlak benneteket továbbra is a sok-sok olvasásra, és arra, hogy ti válasszatok magatoknak olyan verset, amivel mondani valótok van. Az járt mindig legjobban, aki ezt végig tudta gondolni, hogy milyen mondandója van egy verssel, és hogy azt hogyan tudja kifejezésre juttatni. Nagyon kevés beszédhibával találkoztunk. Ez is nagy öröm, inkább beszédtechnikai kérdések voltak. Talán a hadarás az egyik ilyen legáltalánosabb, amit leszűrhetünk, és a kis kapkodás. Tehát azt a nyugalmat meg kell teremteni magunknak, amivel egy költeményt elő tudunk adni hatásosan. Ezt minden esetben jó, ha végig gondoljuk. Én magam is izgulós vagyok, úgyhogy mindenkit megértettem, aki emiatt egy picit izgulósabb volt és kapkodósabb, de higgyétek el, hogy az jár jól, aki magában előre megteremti ezt a szép lelki békét. Olyan világban élünk, hogy újból beleköltözik a szívünkbe a félelem, és azt hiszem, a napok, a hónapok, a percek arra ösztönöznek minket, hogy egy kicsit forduljunk magunkba. A versek erre nagyon alkalmasak. És tartsunk önvizsgálatot, hogy mit rontottunk el annyira ebben a világban. Nem annyira ti, természetesen, de a magunkba szállás az azt hiszem, hogy mindenkire ráfér, a fiatalokra is. Az életmódunkra, azzal, hogy mit tettünk a környezetünkkel, hogy hogyan állunk ellent ennek a rettenetes fogyasztói világnak, társadalomnak, hogy mit tehetnénk jobban, másképp, és szerintem a költők ebben mindig tudnak utat mutatni. Akár klasszikusok, akár ma élő költők, forduljatok hozzájuk bizalommal, biztatlak benneteket, mindenkire ráfér a csönd, a meditáció, a versek nyújtotta sok-sok gondolat, érzelem, ész. Van mit tennünk. Én köszönöm nektek a mai délelőttöt, és remélem, hogy nagyon sokatokkal találkozunk a jövőben is, azokkal is, akik esetleg most nem kerültek a bizonyos 12 versenyző közé. Nincs olyan versenyző, akit ne biztatnánk arra, hogy jövőre is jöjjön, hogy mondjon verset versenyen vagy versenyen kívül, de ma mindenki egy olyan színvonalat nyújtott, ami alapján azt mondhatjuk, hogy azok is tovább éltessék a verset, a versmondást magukban, akik nem erre a pályára készülnek, vagy éppen nem kerültek most döntős helyzetbe. Minden jót nektek! Nekem jutott az a feladat, ami egyben nemes is, és egyben nehéz is, hogy kimondjam a neveket, akik most felállhatnak ide a színpadra, és még egyszer szeretném elmondani, amit az Anna is mondott nektek, hogy itt ugye nem állhat mindenki fent, mint döntős, de mindenki nyertes. Kérlek szépen, hogy azt a furcsa mondatot, amit lehet, hogy közhelynek gondolnak az emberek, hogy a részvét a fontos, ugye, és... Na, szóval, hogy ezt nem tudom, valahogy építsétek be a lelketekbe, mert az, hogy itt vagytok velünk, az sokkal többet ér nekünk is, és remélhetőleg nektek is, mint az, hogy most kihanyadik helyezett lett, jó? Köszönöm a megértéseteket. És akkor szeretném elmondani érkezési sorrend szerint a neveket, tehát ez nem egy olyan sorrend lesz, ami a pontok sorrendje volt, arra majd később visszatérünk a döntőben. Elsőként szeretném a színpadra szólítani kis Viktóriát, és egyben gratulálni neki.
A döntősök között látjuk majd Csizmadia Máté Noelt, Cserpalkovics Gergelyt, Bíró Gergő Zalánt, Török Laurát, Lenti Barnabást, Farkas Ágnest, Vörös Virágot, Herpi Miklós Gézát, Kocsis Fannit, Csengei Mártont és Brunner Mátyást. Nagyon nagy szeretettel gratulálunk mindenkinek, és sok sikert a döntőben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy velünk voltak. Ha tehetik, legyenek velünk személyesen április 18-án a döntőn, melynek a Városháza díszterme ad majd otthont reggel 10 órától. Várunk mindenkit sok szeretettel, addig is minden friss hírt és információt megtalálnak majd a versennyel kapcsolatban a www.versünnep.hu oldalon. A Fehérvár televízióban láthatják majd az elődöntőt felvételről is, március 13-án 20:40-től. Viszontlátásra! Viszontlátásra.